az új keresőoptimalizált szövegírás tanfolyam. Üdvözöllek, Szilágyi Balázs, ez a honlapra fel csatorna, iratkozz fel, amíg nem tetted meg. Most fog kijönni a keresőoptimalizált szövegírás című online videó tanfolyamomnak a felújított, legfrissebb változata. Erről szeretnék neked beszélni, hogy mi ez a képzés, való-e neked, nem való-e neked, mit tudsz belőle megtanulni. Gyakorlatilag a válasz nagyon-nagyon egyszerű. Ez a tanfolyam azt adja, amit a címe ígér. Meg fogsz tanulni úgy szöveget írni, hogy azt a kereső szeresse. A kereső szereti, az azt jelenti, hogy lehetőleg nagyon jó helyen jön. Nyilván erre soha nincsen garancia, de azért, aki ezt alkalmazza, tapasztalatom szerint azért a esetek 90%-ában ott tud lenni az első 5-ben, ezekkel a szövegekkel, amiket így megírt, az első 5 helyen. Nem rizsa, nem mellébeszélés, nem angol szakszavak, nem tudom micsoda, hanem eredmény neked. Miért kell megtanulnod keresőoptimalizáltan szövegírni, vagy szöveget írni? Egész egyszerűen azért, mert hogyha ott akarsz lenni a keresőben, akkor ma már a kulcsszavaknak legalább a 60-70%-ára, de lehet, hogy még többre ez a megoldás. Régen vége van azoknak az időknek, amikor nem tudom, leírom 5-ször a kulcsszavamat egy oldalra, és majd jó helyen jövök, meg nem tudom, milyen olyan trükköket csinálok. Könyörgöm, most 2017-et írunk, nem tudom, mikor nézed ezt a videót, akkor is érvényes lesz. Nem működnek ezek a megoldások. Ha esetleg azt láttad már, hogy bármit csinálsz, bárhogy próbálkozol, tudod, hogy jó, amit csinálsz, tudod, hogy jó, amit kínálsz a honlapodon, de nem jössz a keresőben. Vagy hogyha esetleg régebben voltak jó eredményeid a keresőben, akár egészen jó eredményeid a keresőben, és most valahogy ez mégsem megy, nem megy, akkor valószínűleg ez az egyik ok, ez az egyik legkomolyabb ok, hogy nincsen elég olyan tartalmad a Google számára, amit föl tud hozni. Ha nem kompetens a honlapod, ha nem írod körbe a témádat nagyon sok szempontból, akkor nem fogsz feljönni. És erre a megoldás a keresőoptimalizált szövegírás. Ezt tanítom meg neked ezen a tanfolyamon, akár a nulláról, tehát olyan értelemben, hogyha semmit nem tudsz a keresőről, semmit nem tudsz a honlapokról, akkor is nyugodtan elkezdheted. A legelső nulladik lépéstől meg fogjuk nézni, össze fogjuk rakni, hogy hogyan kell elindítanod, mit kell tenned ahhoz, hogy ott legyél a keresőben, kiválasztott kulcsszóra jó helyen jelenj meg. Egészen komoly dolgokig, gyakorlatilag mindent elmondok neked, az összes trükköt, ami ehhez tartozik. Egyetlen egy képzésemben sincs ez benne ennyire részletesen, csak a 7 részes nagy online keresőoptimalizálás tanfolyamomban, az pedig 10-szer ennyibe kerül. Tehát egyetlen egy módon tudod ezt a tudást megszerezni, ennyire részletesen, online formában, hogyha a 7 részes nagy SEO tanfolyamomat veszed meg, az is nagyon sokat használ, az viszont 10-szer ennyibe kerül, és nagyon sokaknak az egy nagy falat elkezdeni. Ezzel viszont el tudod kezdeni, és akármit csinálsz, tud neked segíteni. Rengeteg trükköt mutatok meg neked, és rengeteg olyan dolgot, amik eddig nem is voltak, most fognak csak bekerülni a 7 részes SEO tanfolyamba is. Például hogyan írjál szöveget a kereső, tehát amit a kereső szeret, hogyan írj egy olyan sales oldal szöveget, amikor eladsz valamit, amikor nem csak egy blogot írsz, mert alapvetően azt fogod megtanulni, de amikor eladsz, el akarsz ott adni. A másik, hogyan írjál szöveget, amikor egy webáruházban egy terméket akarsz, vagy terméket akarod fölhozni, hogy följön a keresőben. Úgyhogy nézd meg ezt a képzést, ez egy nagyon-nagyon sikeres régi képzésünknek az új felújított változat, tehát teljesen újak a videók, mindent vadonatújan fogsz megkapni, ami most működik. Nagyon-nagyon sokan megcsinálták ezt már, nagyon-nagyon sokaknak segített, ahogy mondtam, hogy ezt valaki tényleg megért és tényleg alkalmazza, akkor azért az első 5-be szinte garantált, hogy ott vagy, nyilván semmi sem garantált a keresőbe, tehát nekem is van olyan szövegem, ami sehol sem jön, ez benne van a játékban, de azért az esetek nagyon nagy többségében ott lehet lenni az első 5-ben. Fogok neked mutatni ezen a képzésen egy ilyen esettanulmányt, ahol 4
vagy 5 cikket írtam még korábban, és ezek mindig az első helyen vannak, tehát az első helyre kerültek be. El fogom azt is mondani, hogy mire számíthatsz, tehát hogy mennyi idő alatt várhatsz eredményt, hogyan tudsz a keresőbe feljönni. Úgyhogy nézd meg ezt a lehetőséget, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó áron adott képzés. Kifejezetten az a célunk vele, hogyha nem sok közöd van még a kereső optimalizáláshoz, tehát szeretnéd ezt csinálni, meg szeretnél ott lenni, meg szeretnél eredményeket, de egyszerűen nem jönnek, és nem érted, hogy miért nem jönnek, akkor megtanult, hogy mi az, amit alkalmazni kell, és tud alkalmazni, tehát azonnal alkalmazható gyakorlati tudást fogsz kapni, még akkor is, hogy ez semmilyen előzetes szakértelmed nincs. Nézd meg ezt a lehetőséget, ne hagyd ki, hogyha honlapod van, hogyha szeretnél a honlapoddal eladni, szeretnél több látogatót, szeretnél a keresőben jó eredményeket elérni, akkor meg kell tanulnod keresőoptimalizáltan szövegírni. Ez minden nagy SEO-s képzésemnek is a része, mert egyszerűen olyan alap, ami nélkül nem tudsz eredményt elérni, viszont az alapnál egy picit több, nem is picit, mert önmagában ezzel sikerre lehet vinni egy honlapot, hogy tudsz keresőoptimalizáltan szöveget írni, és célzod a kulcsszavakat. Úgyhogy nézd meg a lehetőséget, speciális anyag, magyarul, egy magyar vállalkozótól, magyar vállalkozóknak, nem szakszavak, nem idegen szavak, hanem olyan tanácsok, amiket azonnal tudsz alkalmazni. Köszönöm, hogy itt voltál, és találkozunk a keresőoptimalizált szövegírás képzésen.